Mi csak úgy azt szeretnénk, hogy a mi hazánk úgy szeressen minket, hogy mi szeretjük a mi hazánkat. Ember folyamatosan keresi a helyét a világon. Nem tudom, hogy gondol-e mindig mindenki arra, hogy mégis miért, vagy mit keres a világon. A művész az biztosan azért van a világon, hogy a szépet megmutassa másoknak. Igen, azért, hogy otthon legyünk benne. Az otthon, az nem feltétlenül a hely, az itt belül is lehetünk otthon. A helyzet az, hogy nekem volt egy olyan bolondos ötletem, ugye kacagtunk rajta egy nagyot, hogy megfogom a gyalupadot, kiviszem az utcára, és elkezdek faragni. És gyertek ide, nézzétek meg, így működik. De ugye így is kivittük az utcára a faragást. Nem kell nagy dolgokra gondolni, nem egetrengető művészkedése, hanem olyan dolgokra próbálunk koncentrálni, ami másoknak is mond valamit, ami befogadható, viszont egyedi, ami csak a miénk lehet. De itt magával a közeggel van a baj, aki szerintem már nem képes befogadni semmit, pontosan azért, mert nem tanul semmit. Amikor elmegyünk egy felolvasó estre, és oda jön öt ember, és abból kettő elmegy, és maradunk hárman, akkor az valahol nagyon szomorú tud lenni. Én is úgy vagyok, hogy ezt megtanultam, de még ezt is belekóstolnék ebbe is, mert érdekel. Ezt kéne a fiatalokba, hogy érdekeljen, hogy kíváncsiság, hogy igenis, hogy meg akarom tanulni. Azért kéne egy közösség, ahol valójában egy elindulhat a fiatalok körébe, hogy igenis akarnak valamit az élettől. Mert szerintem az, hogy kimegyek külföldre, rendben van. Megszedem magam ott pénzzel, az itteni beszéddel mondom ezt, tehát, hogy hazajönnek, és nincs, amit kezdenek magukkal, mert nincs, egyszerűen nincs, ami érteti őket, hogy igenis. És nap mint nap látom azt, hogy sokan úgy leélik az életüket, hogy egyik napról a másikra is, és semmi nincs bennük, hogy igenis, hogy ezt akarom csinálni, és motiválja, hogy igenis, hogy ez a célom, hogy el akarom érni, vagy nincsen célja a fiatalságnak szerintem inkább ez is, hogy... Nincs közélet. Itt, ha valakinek valamilyen témában meg kell szólalni, akkor síri csend van. Az emberekkel pontosan az a baj, hogy mi itt ilyen, úgy is mondhatnám, hogy ilyen kétségbe esetten integetünk, hogy emberek, itt van, gyertek, nézzétek meg. És katujába vagy zárva. És ők ott állnak a pálya szélén, mi itt hányjuk a cigánykerekeket. Mondják, hogy szerint pottyantunk.
Szerintem. Mit hányjuk a cigánykerekeket, és senki nem figyel oda. Miért csak a gyógyszert, vagy az óvszert, vagy bármit, akkor a művészet az miért nem tartozik oda? Reklámozzunk egy könyvet. És ezt próbáltam én, hogy reklámozzunk egy könyvet. Igen, itt ez a könyv, elolvastam, nagyon jó. Beszéltem róla, nem volt kíváncsi rá senki. Mi még most csináljuk, ameddig tudjuk. Aztán mi se fogjuk csinálni, akkor vége lesz. A valósághoz azért a rossz dolgok is hozzátartoznak. A magyar emberek a magyar embereket megeszik. De az a legnagyobb baj, hogy mi ezt a befogadó közeget is mi kell megteremtsük saját magunknak. Itt a nem győzök elégszer utalni arra, hogy itt komoly bajok vannak azzal, hogy mit kapnak a fiatalok, a gyerekek az iskolából. Mert itt a mai világkép az ennyi. Pénz, külföldi munka, jó autó, jó ház. Egy irányba vannak vezetve, és te mész. De az embernek kéne lenni egy egyénisége, hogy igenis, hogy kicsit én másra vagyok, mint a másik, mert én ezt még tudom, és még tudom pusztodni mellé. De ehhez kellene a kultúra, és ehhez kellene valamit tanulni. Ehhez kellene az, hogy ha van egy olyan hely, ahol a közösség összejöhetne, akkor tényleg jöjjön össze a közösség, és az olyan dolgok, amik értékek, azokat adjuk tovább. Vagy osszuk meg, inkább úgy mondanám, nem feltétlenül úgy továbbadni, hanem osszuk meg, azért, hogy lássa más is. Azért, hogy lássák azt, például a fiatalok is, hogyha már a fiatalokról van szó, lássák azt, hogy van itt egy érték, ami olyan, hogyha elmennek, akkor jöjjenek vissza, mert ez az övék, tehát hozzájuk tartozik az ő részük is. Ez nem csak olyan, hogy ugye ülünk az aranyon, mint a fösvény, és attól félünk, hogy ellopják. Nem, ezt így osztogatjuk. Mert másképp nem ér semmit tulajdonképpen. Ha lenne egy olyan összefogás, ahol mutassuk meg azt, hogy ki mit tud, egyik a másik embernek segíteni, ugye, mert itt Székelyföldön például annak idején a házak úgy épültek, hogy összejöttek az emberek, kalákáztak, és abból lett egy ház. Vagy segítettek egyik a másik emberek, és nem csak házépítésről van szó, mindenben segítettek egymásnak az emberek. És szerintem ezt vissza kellene hozni, hogy segítsünk egymásnak. És ne csak az legyen, hogy mi bezárkózunk a négy fal közé, és letoljuk ott az egész világot, hanem igenis menjünk ki az utcára, vigyük ki a művészetet is, vigyük ki az utcára, a barátságot is vigyük ki az utcára, a jó szívűséget vigyük ki az utcára, vigyük át a szomszédba, vigyük át a másik utcába, onnan is hozzuk ide. Beszéljünk egymással, ezért mondtam, ez a legfontosabb, hogy legalább hallgassuk meg egymást. Az embereknek beszélni kellene egymással, még akkor is, ha nem értenek egyet. Nem kell egyet érteni. Itt a lényeg azon van, hogy legalább halljuk egymásnak, neked mi a bajod, nekem ez a bajom. Igen, akkor tegyük össze, és valamit próbáljunk meg kihozni belőle, ami jó. Én segítek te neked, te segítesz nekem is. A világ így kellene működjön. Nem úgy kellene működjön, hogy senkit nem érdekel semmi, elmentem külföldre, hazajöttem, és csak úgy tengek lenni. Michelangelo mondta, hogy ott volt az angyal a kőben, én csak kiszabadítottam. Thank you.